Kedves nézőink, Önök az újrainduló városi televízió műsorát látják. Remélem, végig velünk maradnak. Most pedig röviden műsorunk tartalmából. A Markíza igazgatója üdvözölte a komáromiakat. Épül vagy nem épül benzinkút a kórház mellett. Exkluzív interjú Bogár Bélával. A felkelő nap országának sportolói, hölgyek Komáromban. 20. születésnapját ünnepli a Komáromi Városi Televízió. Jubileumi adásunkban felidézzük az első műsor témáit, és megszólalnak azok is, akik itt voltak a kezdeteknél. Magazinunk első perceiben a város első embere szól Önökhöz. Kedves polgárok, kedves tévénéző közönség, azok, akik most először talán ünnepi pillanatokat nem is érezzük át, de először látják a Komáromi Városi Televízió közvetítését. Megalakult a Komáromi Városi Televízió, amely saját szerkesztőséggel, műsorszerkesztéssel és saját műsorral kíván Önök eréül tárulkozni. A közkedvelt Markíza TV vezérigazgatóját az újrainduló városi tévénket működtető Commedia Kft. Ügyvezető igazgatója faggatta. Önöknek, mint televíziónak azt kívánom, hogy legalább olyan sikeresek legyenek, mint a Markíza. Persze más viszonyok között. Az a lelkesedés és akarat, amivel indulnak, soha ne hagyja el Önöket. Persze a 7 évén nem lehet meggazdagodni és milliókat keresni, de annyit igen, hogy megélnek belőle, és ez már eredmény. Mert azt a munkát fogják végezni, amit szeretnek. És az ember életében ez a legfontosabb. Az előzőkben érdekek ütköztek. Az utakon sajnos nem érdekek ütköznek. A rendőrségi hírekben a múlt hét közúti baleseteinek mérlegét vonjuk meg. Az elmúlt héten a komáromi járásban 10 betöréses lopást követtek el, zömében üzlethelységekbe hatoltak be jogtalanul. További gyakori büntet az autólopás. A múlt héten 4 gépjárművet tulajdonítottak el. December 8-án ismét színpadra lép a Gimis színpad. A Pomádé és a Hér után az idén a Néró, avagy a Sztárcsinálók című zenés darabban mutatkozik be. A rendezőt, Kispéntek Józsefet kértük kameránk elé. A Seje János Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium végzős diákjai évről évre ezt így csináljuk, most már az 5. előadásunk. Az idén a Néróra esett a választás. Ez egy igazi csapatmunka. Mennyire nehéz feladat irányítani 70 emberkét, végzős diákot? Nem könnyű, az biztos. Igen. Úgy történnek a próbák, hogy külön próbáljuk a koreográfussal a táncokat, Mészáros Deniszával, külön próbáljuk a prózai jeleneteket, külön az énekek, a dalokat, dalbetéteket, és amikor elkészül, most éppen ebben a stádiumban tart a próba folyamat, akkor összejátsszuk. Tehát így készül el az előadás végül is. Komáromi futbolisták szépen búcsúztak az őszi idénytől. Hazai környezetben 4-1-re verték meg Verebély csapatát. A klub elnökét arról kérdezem, hogyan értékeli az őszi idényt? Egy nagyon nehéz őszi idény után vagyunk, és nagyon örülök, hogy a mai mérkőzéssel egy nagyon szép pontot tudtunk tenni ennek a 17 mérkőzésnek, egy sorozatnak a végére, amelyben voltak sikereink, voltak bal sikereink. Igen, nagy panaszra nincs okunk. Én azt hiszem, hogy a szezon jó volt. Kár azért a hazai meccsért, amelyet egyetlen meccset veszítettünk idehaza, Szennyica ellen. Nagy igyekezet ellenére 1-0 elveszítettük, az 3 pont. Kedves nézőink, remélem velünk tartottak, és bízom benne, hogy a jövő héten is megtisztelnek figyelmükkel. Viszontlátásra!